Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a Karcag Televízió minden kedves nézőit. Most a Nagykunsági Krónika című közéleti magazin műsorunkat látják. Kérem, tekintsék meg mai műsorajánlónkat. Kedves nézőink, aktuális kérdések című heti magazin műsorunk következik. Mai vendégünk Nagyné László Erzsébet önkormányzati képviselő, akivel a körzetéről fogunk beszélgetni. Köszöntöm kedves nézőinket, mai vendégünk Nagyné László Erzsébet, a 3-as számú választókörzet önkormányzati képviselője, akit szeretettel köszöntök stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Nagyon köszönöm a meghívást, én is köszöntöm a tisztelt televízió nézőket, és remélem, hogy ez a riport mindenre kiterjedően fogja majd tartalmazni a önkormányzati képviselői és hát az intézményvezetői munkámat is. Azért is hívtuk meg mai stúdió interjúra, mert ugye közeledik az év vége, mert beléptünk a decemberbe, és ilyenkor azért számot szoktunk adni, beszélgetünk az elmúlt egy év munkájáról, eseményeiről, történéseiről. Talán kezdjük azzal, akik esetleg nem tudják, hogy 3-as számú választókörzet, ez ugye hol található, mik a határai, ugye általában mindenki, ahol lakik, azt tudja, hogy melyik választókörzetben van. Így van, és nagyon köszönöm a kérdést, mert való igaz, hogy nagyon sokan nem tudják, bár én a körzetben elég sűrűn járkálok, akár gyalogosan is, de gépjárművel mindenképpen. Ez egészen a Dérini Művelődési Központot, tehát a Dózsa-György útnak ez a szakasza, le az északi külvárosig, illetve hát a Tilalmasi Állami Gazdaság területét is magában foglalja, és hát a Kacsó utcáról, hogyha megyünk lefelé, akkor egészen a Temető utcától a Kungát utcáig ezt a körzetet felöleli, ez a 3-as körzet. Ugye arról tud mindenki gyakorlatilag a televízióban is látja a testületi ülések közvetítéseit. Ugye amellett, hogy valaki önkormányzati képviselő, vannak bizonyos bizottságok az önkormányzatban. Ön mely bizottságnak vagy bizottságoknak a tagja? Tehát több bizottságnak a tagságára kértek fel és vállaltam el. Nyilván szakmailag az egyik bizottság az egészségügyi és szociális bizottság, amelynek nem csak tagja, hanem elnöke is vagyok. Tagja vagyok a pénzügyi bizottságnak és az ügyrendi és jogi bizottságnak, valamint az idegenforgalmi és társadalmi kapcsolatok bizottságának. Tehát akkor ez 4 bizottság. Igen. Mit lehet arról tudnunk, milyen sűrűn találkoznak ezek a bizottságok, mik a feladatai, miről folynak ott a tárgyalások, egyeztetések? Tehát úgy gondolom, aki figyelmel követi az önkormányzat képviselőtestületi munkáját, hiszen erre a tévé is nyilvánosságot biztosít minden egyes alkalommal, az látja, hogy nagyon nagy szakmai előkészítő munka előzi meg a testületi üléseket, hiszen ott a napi rendekről már mindenkinek egy kialakult döntési javaslata van, és az alapján dönt, illetve hát a bizottságok előzetes munkáját, a bizottságok elnökei adott napirendnél felszólalást kérve tájékoztatják is a jelenlévőket, és hát nyilván a képviselőtestület azon tagjait, akik nem vesznek részt adott bizottság munkájában. Ezáltal havi rendszerességgel úgy, ahogy
ezt ön kérdezte is a képviselőtestületről, és ülésezik, így havi rendszerességgel üléseznek a bizottságok is, nyilván megelőzően, a képviselőtestületi ülést megelőzően. Az elmúlt időszakból milyen fontosabb döntéseket emelnek ki, amelyeket bizottságok is tárgyaltak? Ha jól emlékszem, akkor volt különböző szociális témákat érintő döntés is, amelyben ugye ön is felszólalt, ezt olvashattuk és láthattuk is a televízióban. Igen, tehát nagyon sok szociális tárgyú téma van. Ez részben abból is adódik, hogy nyilván az önkormányzat mai nap is rendelkezik elég sok önkormányzati bérlakással. Most ez részben szociális, illetve nem szociális célú bérlakások, de hát a költségvetéshez kapcsolódóan is nagyon sok javaslat van, hiszen nap mint nap jelennek meg újabb és újabb pályázati kiírások, amikre az önkormányzat nyilván agilisan pályázik, de ezt is meg kell, hogy előzze egy gazdasági tanácsadótestületi és bizottsági munka, ahol bizony-bizony egyes pályázatokhoz az ön részt a későbbi időszakra vállalnia kell a képviselőtestületnek. Én úgy gondolom, hogy Karcagváros önkormányzat az egyik legrugalmasabb képviselőtestület, mert alkalmazkodik ezekhez a pályázati felhívásokhoz, ezekhez a lehetőségekhez, és rendkívüli testületi üléseket is összehív polgármester úr annak érdekében, hogy határidőre be tudjuk adni a új pályázatokat. Beszéljünk most a választókörzetéről. Hogyan látja az elmúlt egy évet, ugye beszéltük az előbb, vagy mondtam, hogy már december van. Hogyan tartja a kapcsolatot a lakossággal, milyen problémákkal, ügyekkel keresik önt meg a választói, vagy a körzet lakói, miben kérnek segítséget? Mi az általános? Az előzőhöz visszakapcsolódva egyéni körzeti képviselők, azért minden hónapban tartunk fogadóórát. Ennek a hírelése, ugye a Karcagi Hírmondóban biztosított, tehát gyakorlatilag ingyenesen, és hát a polgármesteri hivatalban tartom én is többekkel együtt a fogadóórámat. Itt várom minden hónapban a körzetembe tartozó lakosságot, hogy bármilyen problémájuk van, legyen az a gajak elszállítása, egy-egy útburkolat javítása, netán árok tisztítás, mert ez is szükséges sokszor, vagy fűnyírást kérnek. Arra a lehetőség van, hogy ezen a fogadórán megkeressenek személyesen, és személyesen elmondják a problémájukat. Ugyanakkor délután 4 órától minden nap hívhatnak telefonon, hiszen a telefonszámom is nyilvános, és elmondhatják a problémáikat, amit nyilván úgy tudok elintézni, hiszen nem akkor rögtön, sem a fogadóórán, és sem véletlenül a telefonon, hiszen más segítségét kell, szakmai segítségét igénybe vennem, hogy felveszem a kapcsolatot azzal, aki tud ebben segítséget nyújtani, általában a városgondnokság igazgatójával, és ezt követően visszajelzek a lakosnak, illetve jó magam is, ahogy az előbb említettem, megnézem, hogy teljesült-e az a kérés, amit a lakos támasztott. Ugye mindig híreljük azt is, amikor elkezdődik a tavaszi szezon, gyakorlatilag nő a fű, ugye az önkormányzati képviselőket lehet a tekintetben is keresni, hogy úgymond rászorulóknál levágatják a füvet. Éle ezzel a lehetőséggel a lakosság? Igen, igen. És azt kell, hogy mondjam, igaz, hogy lehet, hogy egyedül vagyok, legalábbis a névsorban, ahogy látom a Hírmondóban, egyedül vagyok, aki 16 óra után tud ilyen telefonokat fogadni, de betartják és jelzik, és én le tudom adni a kérést és a teljesítés is megvan. Nyilván vannak olyan területek, ahol idősebb lakosok, például a Dózsa-György utca végében nagyobb terület van a lakóingatlan előtt, közterületen, és ott ő maga nem tudja ellátni ezt a feladatot, illetve ezt a problémát nem tudja megoldani, és hát a fűvágásra is nem áll rendelkezésre annyi kapacitás, hogy mindig és mindenhol időben le tudják vágni. Hát ilyenkor kérünk egy kis haladékot, illetve hát az idei évben előfordult, hogy én magam is fizikailag segítettem a lakónak.
Ugye beszéltük azt, hogy gyakorlatilag a fogadórák mellett más lehetőség is van, adódhat arra, hogy találkozzanak a lakossággal a képviselők, ilyenek például a lakossági fórumok. E tekintetben terveze valamiféle találkozót, ahol megbeszélhetik a problémákat, lehetőségeket, javaslatokat a lakókkal? Nagyon köszönöm a kérdést, és éppen az elején, amiről beszéltünk, hogy elég nagy a körzet, és olyan területet is tartalmaz, ahol például a tilalmasi állami gazdaság, ahol alapvető probléma most per pillanat, és folyamatosan megvan oldva, de valamilyen módon ideiglenes jelleggel, az ivóvízre gondolok. Ezért mindenképpen szeretnék egyeztetni időpontot miniszter úrral, dr. Fazekas Sándorral, hogy ő is vegyen részt azon a lakossági fórumon, amit a jövő év első időszakában tervezek. Mit tervez a körzetében? Milyen állapotban van a körzete? Milyen ötletei vannak a jövőre vonatkozóan, amelyeket meg lehetne valósítani? Itt gondolok akár közösségi terekre. A közösségi terekre is szükség van több helyen, nyilván az uniós elvárásoknak megfelelő szabvány szerinti játszóterek építésére lesz is, van lehetősége az önkormányzatnak. Ehhez a benyújtott pályázatok már megvannak, de az, hogy melyik körzetben és hol tudjuk pontosan elhelyezni, ennek ugye korlátokat szab a helyi lehetőség, a közterületi lehetőség. Én a egyik legnagyobb problémát, és nem csak én, már nyilván hosszabb ideje, vagy régebb óta probléma ez, hanem a katasztrófa védelem is folyamatosan jelzi. Egy-egy csapadékosabb időszakban azért ez a körzet a város lejtős körzete, tehát azt hiszem, hogy mind a polgármesteri hivatal műszakos kollégái, mind a katasztrófavédelem kollégái, a tűzoltók is nagyon jól tudják, hogy ha ebből vagy ekkor probléma van, magas a talajvíz, sok a csapadék, akkor ezen a területen kell mentesíteni a legjobban. Ennek a folyamatos áruktisztítás, áruktakarítás és ennek a karbantartása, ez elsődleges feladatnak gondolom. Ugyanakkor nyilván az önkormányzat tulajdonában lévő közutaknak a folyamatos karbantartása is elengedhetetlen, és azokon a részeken, ahol még vannak, mert vannak olyan utak, ahol még nem fejeződött be az útburkolat, nyilván szakaszosan van útalap. Tehát lesz erre lehetőség a jövőben, úgy látja? Én úgy gondolom, hogy az önkormányzat nem véletlenül dolgozik azon, hogy a elnyerhető topos pályázatokból majd ezeket a fejlesztéseket megvalósítsa. Tavaly beszélgettünk így karácsony előtt, és akkor arra készült, hasonlóan az előző évhez, hogy a körzetébe tesz egy kis látogatást, és meglátogat családokat az ünnepek alkalmával. Az idén terveze valami hasonlót? Igen, mindenképpen. Nagy meglepetés volt akkor, amikor karácsony napján valóban így sikerült körbejárnom a körzetet. Mindenképpen tervezem, hogy ez az idei évben is még karácsony előtt megvalósul. Ugye a önkormányzati képviselői munkája mellett főállásban a Kátai Gábor Kórház főigazgatója. Beszéljünk most arról, hogy az elmúlt időszakból, az elmúlt egy évből milyen eseményeket, eredményeket emelne ki a kórházzal kapcsolatban. Éppen volt egy ilyen szociális és egészségügyi bizottsági ülés is, ahol beszámolt nem csak a kórház az elmúlt évi tevékenységéről, tehát a 2015 évi tevékenységéről, hanem a kórház alapítványa is, a Kátai Gábor alapítvány, és hát nem utolsó sorban az városban működő szociális intézmények vezetői is beszámoltak, hiszen nekünk azért együtt kell dolgoznunk, és úgy gondolom, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma is nem véletlenül egészségügyi államtitkárság is van, szociális is, mert ezek a területek igen-igen összefonódnak, annál is inkább, mert a lakosság idősödik, és az ellátást az idős lakosság vonatkozásában ez a két terület tudja a legjobban biztosítani. Az intézményünk fejlesztéséről nem,
Hát hogy mondjam, nem csak infrastruktúrális fejlesztések valósultak meg az elmúlt időszakban, hanem sikerült gépműszer beszerzést is megvalósítanunk, nem is kis léptékű, ez egy 13-as pályázat volt, amit végül is 15-ben kaptunk hozzá forrást, és 15 év végével ugye átadtuk a rehabilitációs épületet, illetve 15 év végével több mint közel 700 millió forintos gépműszerállománnyal fejlődött a kórház, ami egy Tiopos uniós pályázatnak köszönhető, de szeretném kiemelni a alapítvány működését is, hiszen abból a beszámolóból, amit ők is le tudtak tenni az asztalra, abban is úgy gondolom, hogy nem kevés együttműködésünk van. Úgy a fizikoterápiás fejlesztés, mint a mozgásszervi rehabilitációs fejlesztés, az előbbinél egy lézeren működő mágneses ágy beszerzése, a másiknál pedig több kerekesszék átadása valósult meg éppen tavaly a karácsonyi ünnep alkalmával, de az idejében a Kátai Alapítvány ismét meg tudta rendezni az alapítványi jótékonysági estjét, és ennek köszönhetően alig egy hónapja fülorgégészeti vizsgálóegységek kerültek átadásra az intézményünk részére. Most esetleg van-e folyamatban pályázatuk, vagy terveznek-e valami uniós pályázatban való részvételt, mik a terveik, mit kellene még fejleszteni? Mondjuk, ha egy nagyon-nagyon pici negatívumot kiemelhetek, akkor az egy rokonom volt a mozgásszervi rehabilitáción a nyáron, és mondták, hogy nagyon meleg van, hogy jó lenne, ha lenne légkondi, ilyen tekintetben esetleg gondolnak-e fejlesztésre, vagy van-e lehetőség ilyenekre pályázni? Pont akkor ezzel kezdem, mozgásszervi rehabilitáció. Egy nagyon szépen felújított épület. Tehát ez valóban gondolom, ez így van. A környékünkön, legalábbis ezt is mondják a betegek, vagy egy kicsit az ellenkező, de a környékünkön nincs ilyen belső felújítással ellátott is ilyen nővérhívó rendszerrel és mindennel felújított épület. Nyilván egy hosszú üveges folyosó résszel, ami beengedi a napfényt, és ezáltal felmelegíti. Lapos testű is az épület, tehát ez is meghatározó. Ugyanakkor hőszigetelt, tehát a téli időszakban azért nem lesz olyan hideg, már ezt most is tapasztalhatjuk, illetve hát a nyári időszakban ettől a fénytől próbáljuk védeni, a folyosót végig függönyöztük. A szakmailag úgy tudom, hogy nem indokolt a légkondicionáló berendezés, hiszen mozgásszervi rehabilitációról lévén szó, a fekszenek a betegek kevesebb mozgással, és a légkondi az ugye egyéb negatív betegségeket is hordozhat, vagy járhat ilyenekkel. De beszéljünk inkább a pozitívumokról, és ez is, tehát én úgy gondolom, hogy pozitívum. Olyan megoldást egyébként mindenképpen, hogy azért megoldást is mondjak erre, hogy mobil klíma berendezéssel. Tehát nyilván, amikor egy bizonyos időszakban, mondjuk éjszakai időszakban a folyosó lehűthető, amikor kevésbé járkálnak a betegek, mert pihennek, akkor az valamennyire visszafogja a hőmérsékletet majd a nap folyamán. Most van folyamatban egy új pályázatunk, mert hogy aki bejön a épület területére, illetve hát a kerítéssel körülhatárolt területre, amiből többen tudják, hogy nem minden helyrajzi szám a államtulajdonában és a kórház vagyonkezelésében van, azok közül látható a nővérszálló épülete, hogy bár a tavalyi napelemes pályázatunk kapcsán a tetőre napelemek kerültek elhelyezésre, és ugye ezzel a áramfogyasztásunkat próbáljuk csökkenteni, legalábbis az áramköltségeinket, nem a fogyasztás, bocsánat, a költségeinket. Most ennek a nővérszállónak a felújítására van egy új keopos pályázat, december 5-éig akarjuk beadni, jelen pillanatban a feltételes közbeszerzési eljárásnak a döntési szakaszában vagyunk. Ez egy homlokzati és nyilázáró homlokzati felújítás lesz, hőszigetelés, nyilázárok beépítéssel és tető szigetelés, új kazán rendszerrel, tehát fűtési rendszerrel. Ez az egyik. A másik az a magyar kormánynak egy új döntése, ami alapján 70 milliárdot kap az egészségügy
még az idei évben, ebből 10 milliárd jut a várólistára, az alapellátásra, 45 milliárd a szeptember 30-án, 30 napnál légebben lejárt szállítói állományok kiegyenlítésére, tehát valamilyen szinten alanyi jogon, és mivel az összes szállítói állománya az összes kórháznak szeptember 30-án 60 milliárd volt, és ebből, ahogy mondtam, csak a 30 napon túlira adják a 45 milliárdot. A 15 milliárdot én nagyon támogatva ezt a döntést pályázati úton nyerhetik el a kórházak. A pályázat beadási határideje tegnap éjfélkor járt le, és ebben olyan fejlesztéseket lehetett beadni, amelyekkel nyilván ki tudtok mutatni, hogy a későbbiekben megtérülést érünk el, az üzemeltetésben költségcsökkentést érünk el, és ezáltal az adósság állomány növekedésének mértékét minimálisan, tehát legalább azt tudjuk csökkenteni, vagy elérhető módon lesz egy pár év múlva, hogy a teljes, tehát ne keletkezzen további adósság. Ezekben a fejlesztésekben, a mosodai eszköz beszerzéseken és a tehergépszállító jármű beszerzésén túl, eszközbeszerzésen túl három felújítást tettünk be. Az egyik felújítás a jelenlegi aktív pszichiátriai osztály, ami ugye egy nyaktaggal kapcsolódik a mozgásszervi rehabilitációs és pszichiátriai rehabilitációs épülethez. Ennek a épületnek a befejezése egy szemmel látható, hogy ez szükséges, ez a 1975-ös épületnek a hőszigetelése és a belső felújítása, átalakítása, és legalább olyan korszerű kórtermek kialakítása, mint amilyenek az elmúlt évben megvalósulhattak a rehabilitációnál. A másik épületrész az többek által volt fertőző épületrésznek ismert hátsó épületrész, ahol korábban egyébként 2 évvel ezelőtt még a mozgásszervi rehabilitáció működött. Ez egy két emeleti szintes és egy földszintes épületrész. Ide szeretnénk, ennek a felújítását terveztük be, ide szeretnénk áthelyezni az ápolási osztályt, ami most per pillanat a 9. emeleten van. Nem túl szerencsés, hogy a gyermekosztállyal egy szinten, és ezáltal biztosítható lenne, hogy a gyermekosztályon ellátást igénybe vevő gyermekek hozzátartozóinak az elhelyezése megoldható lenne közvetlenül az osztály másik oldalán, vagy az emelet másik oldalán. És hát nagyon sokan nem tudják, és ezért nagyon jó erre is ez a riport, hogy a Kunhegyesi Szakorvosi Ápolási Intézetet, mint egy 32 ágyas ápolási osztállyal beolvadt hozzánk április 1-jével, tehát ez már telephelyünként működik. Az intézményi épület egy vályogépület szigetelési hiányosságokkal, tehát ennek a felújítása mindenképpen szükséges azért, hogy annak a körzetnek az ellátását is tudjuk biztosítani. Ott is nyilván homlokzati hőszigetelés, tetőszigetelés, és hát kazán felújítás is, a villamos energiahálózat felújítása van a projektben. Akkor szépen vannak tervek a jövőre vonatkozóan, nem fognak unatkozni, viszont itt az év vége milyen programterveik vannak még ugye a kórházban, és azért, ha beszélhetünk a karácsonyról, akkor mindig ünnepelnek ott is egy picit. Így van. Na, jellemző évek óta az osztályok maguk is ünnepelnek, minden osztály tart karácsonyi ünnepet. Hát a határidő naplóban már nem nagyon akar beleférni, hogy egyik helyről a másikról. Nyilván tavaly is volt olyan, hogy egy napon 3 osztály karácsonyi ünnepére, de hát intézményi szinten is megtartjuk ezt az ünnepet, és a zeneiskola, illetve az óvodák segítségével most is egy nagyon szép műsorban lesz részünk. Ez 23-án lesz, december 23-án délután. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és visszavárjuk majd egy következő interjúra, amikor a fejlesztésekről, a kórházi fejlesztésekről fogunk beszélgetni. Köszönöm, nagyon szépen köszönöm, és mindannyiuknak áldott békés karácsonyt, és nagyon boldog új évet kívánok. Köszönjük, hogy itt volt, kellemes ünnepeket kívánunk mi is. Kedves nézőink, mára megköszönöm figyelmüket.
Kedves nézőink, most az elmúlt napok fontosabb városi eseményeit összefoglaló karcegi híreink következnek, tartsanak velünk! Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk az Erkel Ferenc Tagintézmény Melló, a Kerekes Ágnes Tagintézmény vezetővel beszélgetünk egy csodálatos hangverseny után. Miről is szólt ez a mai nap? A mai nap Erkel Ferenc névadónk tiszteletére megrendezett ünnepi hangverseny volt, amelyen nem csak Erkel művek, hanem magyar zeneszerzők művei is felcsendültek. Itt mindenki nagy lelkesedéssel tapsolt, és a végén még közös éneklés is volt. Azt gondolom, hogy fontosak ezek az ilyen hangversenyek, amikor csak magyar műveket lehet hallani, és népszerűeket is, és kevésbé ismerteket is. Én is hasonlóképpen gondolom, hiszen a mai kicsit ilyen populáris társadalomban tényleg nagyon fontos, hogy a gyerekek megismerkedjenek a gyökereinkkel, megismerkedjenek a nemzeti öntudattal, és megismerkedjenek a népünk kultúrájával is. És hát az is fontos volt azért, hogy a hangverseny előtt megkoszorúzták a névadónak a domborművét is, azért ezt is minden évben fontosnak tartják. Igen, ez is hagyomány, már évek óta minden évben megkoszorúzzuk az Erkel domborművet, és évről évre úgy tűnik, hogy egyre többen csatlakoznak iskolánkhoz, és egyre többen hoznak koszorút az iskola falán lévő domborműre. Reméljük, hogy azért még sok hasonló hangverseny lesz, hiszen lassan az advent következik. Tudunk-e már valamit a hangversenyekről, hogy hogyan alakulnak karácsony környékén? Igen, elég sok rendezvényünk lesz az elkövetkezendő időben, hiszen iskolánk magánének tanszaka készül egy zenemanó sorozattal, ami az a város óvodás gyerekeinek fog szólni, és nagy energiával és nagyon lelkesen vetették bele magukat a munkában, hiszen egy néhány évvel ezelőtt ez egy hagyomány volt, és reméljük, hogy idén is nagy sikert fog aratni. Az óvodák nagyon szerették volna, hogy ez ismét megvalósuljon, és úgy néz ki, hogy ez most össze is jön. Illetve természetesen az adventi időszakban, illetve karácsony előtti Mikulás időszakában a város több intézménye és egyesülete szokott kérni tőlünk műsorokat, készülünk arra is, és december 16-án a karácsonyi hangverseny kerül megrendezésre a Dérinében, így már hagyományos módon, és igazából az az, amire mindenki lelkesen és tényleg gőzerővel készül. Itt most azért még a mínuszokról, meg a hóról, meg a hóesésről kicsit még nagyon nehéz beszélni, hiszen szerencsére még nem hullik a hó, de gondolom, hogy azért már kezdenek áthangolódni önök is erre a karácsonyi hangulatra, a hullahó és egyebek, és mind ilyen mű fog majd elhangzani, vagy akkor is lesznek ilyen vidámabbak, mint a mai estén? Hát igyekszünk bevonni a vidámabb műveket is, ami azért mégiscsak a karácsony hangulatára, de a karácsony boldogság részéhez kapcsolódik, illetve én biztosan, de szerintem a kolléganőim is így Mikulás, karácsonyi iskolai rendezvények alkalmával is sok gyermeket készítenek, növendékeket készítenek különböző Mikulás és karácsonyi dalokkal, és ők is nagyon szeretik ezt az időszakot, mint ahogy mi is, ők is készülnek már erre a meghitt, igaz, hogy családi rendezvényre eredetileg, de az iskola is egy nagy család tulajdonképpen számunkra. Hát akkor egy városi nagy családi hangversenyre fogunk akkor sokan elmenni majd decemberben, addig pedig sok próbát és jó próbákat kívánunk önöknek sok-sok hangulattal és sok-sok élménnyel. Köszönjük, azon leszünk, hogy ez így legyen. Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Városházán, és hamarosan kezdődik egy kertes konferencia. Kovács Szilviával beszélgettünk erről, hiszen nagyon sok-sok olyan hasznos információ gyűlt itt össze, amit meg kellene osztani mindenkivel, aki kertészkedni szeretne. Kiket hívott meg a mai előadók közé? A mai előadók tulajdonképpen az elméleti tudást és a gyakorlati ismereteket is fogják egybe foglalni és remélem átadni a látogatóknak, hiszen dr. Rosszik Péter, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. Ügyvezetője és egyben a Biokultúra Szövetség alelnöke a legnagyobb biós fog számunkra, illetve részünkre előadást tartani.
Ezt követően idős Hubai Imre Csaba fog előadást tartani. Ő egy kicsit a nagyüzem felé kalózol el bennünket, hiszen azért ott is lehet biomódszerekkel gazdálkodni. És ezt követően csupa gyakorlati tapasztalatokkal fogunk tudni megismerkedni, hiszen Hamarné Marika néni el fogja mondani az ő praktikáit. Hamar Gyula bátyám pedig elmondja, hogyan gazdálkodik az esővízzel, egyáltalán hogyan öntözi a növényeit, illetve a gyümölcsfák szaporítási módjairól, illetve annak fontosságáról fog beszélni, és az értelmi fogyatékosok napközi otthonának, az óvodán, illetve a kertjének a tapasztalatairól, bioműveléséről is fogunk egy beszámolót hallani, és én úgy gondolom, hogy ezen előadások nagyban hozzájárulnak majd ahhoz, hogy ismereteket nyújtsunk mindazok számára, akik természetes módszerrel, ilyen módon való védekezéssel próbálnak, igyekeznek a kertjeikben zöldséget, gyümölcsöt termelni, hogy ne kelljen vegyszert használniuk. És hát azért a Hamar házaspárról tudjuk, hogy ők azért nagyon magas szinten művelik ezt, ezt az a sok-sok országos díj is jelzi. Így van, hiszen ők negyedik alkalommal már életműdíjasok lettek, és én úgy gondolom, hogy az ő tapasztalatokat fontos megosztani mindenki számára, mindenkivel, és fontos, hogy minél többen ismerkedjenek meg azzal, egyáltalán velük, és azzal a módszerrel, amivel ők dolgoznak, és én úgy gondolom, hogy megerősítést kapnak majd ezáltal azok is, akik csak igyekeznek, talán több-kevesebb sikerrel biogazdálkodnak, de én úgy gondolom, hogy ezek a gyakorlati élménybeszámolók és gyakorlati előadások, amik eredményeket is tartalmaznak, mind-mind bizonyítéka lesz annak, hogy igenis lehet másként kertet művelni, mint vegyszerekkel. És hát azt gondolom, hogy a hitelesség is ide tartozik, hiszen ők egy hiteles gazdálkodók, akik mindent, amit elértek, azt a saját erejükből, és mindig valami kis ötlettel, praktikával, tehát kísérletezgetéssel csinálták, és azt gondolom, hogy ez egy követendő példa lenne mindenki számára. Ez pontosan így van. Általában a kertészek abban a hibában szoktak esni, hogy mindig csak a sikert várják, és mindig azt hiszik, hogy csak sikerből áll az élet, és ha valami nem sikerül, akkor ezt olyan végérvényesnek veszik, és azt mondják, hogy jó, hát akkor soha többet. És akkor jövőre már nem is, és akkor én már be is fejezem a kertművelést. Én úgy gondolom, hogy meg kell tanulnunk azt is, ez egy magyar mentalitás egyébként, hogy bizony van olyan esztendő, amikor sok minden nem sikerül, vagy talán semmi nem sikerül, de akkor is tovább kell menni, és nem kell elkeseredni, és nem mindig önmagunkat kell ostorozni, mert bizony is erre Fazekas Sanyi bácsi tanított meg bennünket, még az első konferencián történt előadásában, hogy nem mindig bennünk kell a hibát keresni, hiszen például az ő adását idézve, hogyha mondjuk a vetőmagunk nem kell ki, nem biztos, hogy mi vagyunk a hibásak, akkor csiráztatni kell, és ha azok a magok nem csiraképesek, akkor nem mi vagyunk a hibásak. Tehát átültetve az előző gondolatra, nagyon sok minden nem rajtunk múlik, és ez nem szabad, hogy kedvét szegje senkinek sem, egyáltalán a kertművelést illetően, de főleg nem a biomódszereket illetően. A dél-angliai példát tudom csak ismét felhozni, amikor kint voltam és meglátogattam egy kertet, borzasztó módon lefeketedett és csüngő, lógó, borzasztó állapotban lévő növényeket láttam, aminek mai napig nem tudom, hogy mi a neve, ilyen zöldborsó, zöldbab közötti hatalmas, hosszú hüvelyű növény volt, és bizony-bizony semmi nem volt belőle, és kérdeztem, hogy mi történt, és próbálták megmagyarázni, hogy volt harmat is, meg volt köd is, meg volt ilyen idő, meg olyan idő, és elintézték azzal, hogy de tavaly jól sikerült, és tovább léptek. Én úgy gondolom, hogy ezt kell nekünk is megtanulnunk, hogy most nem sikerült, de majd jövőre, vagy tavaly, és tovább kell lépni, praktikákat kell gyűjteni, és a kundatosságot kicsit elő kell venni, és megmutatni, hogy igenis meg tudom azt tenni, és nem fogom magam hagyni. Akkor reméljük, a mai konferencia résztvevői ezt megfogadják, hiszen az előadók erre garanciát biztosítanak, akkor én jó és hasznos tanácskozást kívánok. Köszönöm szépen, és én bízom abban, hogy az ide látogatók hasznos és értékes, átvehető tudással fognak gyarapodni. Köszönöm szépen. Dr. Rosszik Péterrel beszélgettek, hiszen az előbb Kovács Szilvia már elmondta, hogy a Biokontroll Hungária milyen feladatokat lát el ebben a kertészkedésben. Beszéljünk egy picit arról, hogy egy bioterméket hogyan lehet bióvá minősíteni, hiszen azért ennek nagyon szigorú feltételei vannak.
Igen, az európai közösség két jogszabályban, és Magyarország egy jogszabályban szabályoz, hogy mitől lesz bio-bio, és ha valaki elvállalja, hogy bioterméket fog előállítani, termelni, feldolgozni, akkor rávonatkoznak ezek a szabályok. Sajnos a világ nem olyan, hogy egy állítás, elég lenni, én itt csináltam, kell egy független harmadik fél vagy szervezet, aki igazolni tudja, hogy valóban az állítások megfelelnek, és biomódon termelte. Ezt végzi a Biocontrol, Hungary Nonprofit Kft. Az Európai Unió valamennyi tagállamában vannak ilyen szervezetek, és az egymás igazolásait kötelesek elfogadni. Ez azt jelenti, hogyha a Biocontrol kér egy tanúsítványt, akkor az Európai Unió valamennyi tagállamában lehet alkalmazni. Tulajdonképpen egy ellenőrzésen indul az egész folyamat. Kimegyünk minden évben minden gazdához legalább egyszer, de inkább másfélszer, 1,3-szor egy évben, és megnézzük azt, hogy valójában betartotta az előírásokat. Ennek van egy adminisztratív ellenőrzési vonulata, könyvelést, számlákat, permetezési naplókat, gazdálkodási naplókat is megnézünk, és hozzá kapcsolódik mindig egy helyszíni szemle, ahol a táblákat, a növénytermesztési kultúráit, az áttartást nézzük meg, és ellenőrizzük, hogy megvannak a nyomai annak, hogy valaki az előírásokat betartotta. Vannak nagyon egyszerű esetek, mondjuk egy traktornak a csapását vagy nyomát lehet látni a növénykultúrában, akkor meg lehet kérdezni, mit tudtatták ki, akkor meg lehet mutatni, hogy tényleg bióval alkalmazható volt a szer. Vannak bonyolultabb helyzetek is, amikor bizony laboratóriumi vizsgálatot is kell igénybe venni, ha fölmerül a kétely, hogy mégsem tartottak be egy előírást, akkor mintavétel is megy a laboratóriumba, ahol már olyan pici mennyiséget kimutatnak, hogy az elképesztő. 10 évvel ezelőtt elképzelhetetlen volt, hogyha mondjuk valaki egy kamionot nem takarít ki jól, és utána beraknak egy biogabonát, akkor az előző gabonának a porából is ki fogják mutatni az ott alkalmazott növényvédőszereket, és egy ilyen vizsgálat aztán az egésznek a végén. Ha gyanú van, akkor vagy eloszlatja a kételyeket, vagy fenntartja, és akkor a tanúsítványt visszavonjuk. Az nagyon fontos, hogy egy hologrammal védett tanúsítványt kap minden gazda, és ha valaki bioterméket fogyaszt, akkor nem azt mondjuk ajánljuk, hanem kérjük, hogy kérje ezt, mutassa meg a tanúsítványát, és azt jogosult bioként eladni, ami ezen föl van sorolva ezen a tanúsítványon, legyen az tej, vagy káposzta, vagy egy feldolgozott tészta, vagy egy teljes hústermék, vagy bármi más, rajta kell szerepelni ezen a tanúsítványon. Ha nincs rajta, akkor az európai jogértelmű nem biotermék, hiszen ilyen napon bárki mondhatja, az övé is az, és akkor becsapnak nem csak a fogyasztót, hanem a sikeres és ügyes biogazdák is hátrányba kerülnek, hiszen sokkal egyszerűbb annak, aki csak mondja, hogy bio, mint akinek úgy is kell csinálnia. És hát azért Magyarországon is egyre jobban terjed a biogazdálkodás, hiszen pár évvel ezelőtt még minimális volt, most azért egyre többen áttérnek erre, hiszen támogatásokat is lehet rákapni. Igen, most azt úgy látjuk, hogy kb. 5% lesz a mezőgazdasági bioterület arányából a bioterület aránya, ez durván egy kis megyénnyi, vagy egy megyével hasonló, tehát ez már azért számottevő, és egy fontos mezőgazdasági szegmense lesz a magyar gazdaságnak, és az elmúlt évben valóban egy jelentős növekedés volt, mert a 2016. január 1-től indult egy új támogatási ciklus, amelyben a biogazdák hát jelentős támogatási források juthatnak az európai uniós pénzalapokból, és hát a bioban az külön nagyon jó volt, hogy minden pályázó nyert, akkora volt a keret, hogy lehetővé tette, hogy az összes pályázat pozitív elbírásban részesüljön, szemben például az AKG-val, ahol nagyon-nagyon jelentős és jó gazdaságú kiestek pont hiányok, vagy nem tudtak elérni a minimális pontszámot a támogatáshoz. Hát abban bízok, hogy 2018-ban egy újra hirdetés lesz, csak esetleg akik eddig nem gondolták meg magukat, vagy kiestek a többi program, azok be tudnak kapcsolni a bióba, és akkor valószínűleg a biotalajok még tovább növekedhet. Egyébként Magyarországon óriás adottságai vannak. Nem csak a természet adottságok, talaj, környezet, hanem az emberekben rejlő is, amit a legszebb konyhakertben is látunk. Azt gondolom, hogy a konyhakert mozgalom, ez pont ennek az elindítója volt kicsiben, és akkor reméljük, hogy ez nagyban is meg fog valósulni. Én hasznos tanácskozást kívánok. Nagyon szépen köszönöm, mi is abban bízunk. A legszebb konyhakert az nagyon fontos, hiszen az emberek maguknak állítják elő a terméket, és ha maguknak előállított terméknél elkövetnek egy hibát, az fokozottan jelentkezik, hiszen mindig azt fogyasztják, ahol a hibás termék előállítás történt, míg a piacon vásárol az azért mindig másét veszi, ha nem is tud róla, vagy nagyon ritkán veszi, ugyanazért kulcsfontosságú lenni. És itt nem az elsődleges, hogy nagyon sok legyen, az, hogy egészséges, biztonságos, úgyhogy ez ott nagyon ott a hely a biomódszerek, a biokert körül. Köszönjük szépen! Én színesen. Huba Imre Csavával beszélgetünk, aki már évtizedek óta biogazdálkodó. Az előbb dr. Rosszik Pétertől hallottuk, hogy milyen szigorú szabályoknak kell megfelelni annak, aki biogazdálkodásra szeretne foglalkozni. Önök azért már nagyon régóta ezt csinálják. Aki most szeretne belevágni ebbe, annak mit tanácsol? Hát először is azt tanácsolom, hogy vegyen részt egy olyan tanfolyamon,
ami a biogazdálkodás alapjaival foglalkozik, és ezek az alapok lehetővé teszik azt, hogy betekintést nyerjen a biogazdálkodás talajműveléstől az asztalig vonatkozásban, és hogyha ezeket nagyjából elsajátította, akkor a törvényben szabályozott keretek között kell a munkafolyamatokat elvégezni. Nagyon figyelembe kell azt venni, hogy peszticideket, tehát szintetikusan elállított növényvédőszert és műtrágyát nem lehet használni. Ezen belül a társaságban egymásról is tanulva nagyon sok eszközt meg lehetőséget lehet felszínre hozni, és ezt alkalmazni a gyakorlatban. Itt az előbb a konyhakert mozgalmat jó példaként említette Péter, hogy ott is mindenki igyekszik áttérni a biomódszerekre, de azért önök nagy üzemben ezt már sok helyen megvalósították, viszont azt gondolom, hogy az is fontos, hogy itt mondjuk csalánlevelet használnak felmetezésnél, tehát minden olyan dolog, ami vegyszermentes. Igen, mi is kicsibe kezdtük a kertészetbe, ennek már 26 éve, és azóta nyilvánvaló a gazdaság fejlődött. Azért a konyhakertbe jelenleg is ezeket a módszereket alkalmazzuk. A nagyüzemi táblákon, meg az állattenyésztésben nyilván más szabályok szerint dolgozunk, illetve hát a törvénynek megfelelő szabályokat szigorúan be kell tartani. Amikor önök kezdték, azért még nem nagyon tudták, hogy mi az, hogy biogazdálkodás, tehát azért sok-sok csatát meg kellett vívni. Ma már azért nagyon sokan igénylik a biotermékeket. Igen, de lehetőség volt a Biokultúra Egyesület, illetve a Biokontrol Hungária KHT segítségével, már a 90-es években is a Kelet-Magyarországi Biokultúra Egyesület Hortobágyi központjával azokat az alapvető szempontokat, azokat az alapvető igényeket fel tudtuk mérni, tudtuk alkalmazni lehetőségként, és hát mi is fokozatosan tanultunk bele a biogazdálkodás szabályait alkalmazva, kezdettől fogva, és hát ez egy eléggé komoly útvesztőkkel jár, de aki paraszti gyökerű, az már, ha visszagondol a gyermekkorára, vagy a 50-es évek, vagy még annál korábbi időszakra, az kimondottan biogazdálkodás volt, csak akkor még nem volt meg ez a neve, hogy ellenőrző biogazdaság. Itt az előbb elhangzott, hogy folyamatos ellenőrzés alatt vannak ezek a gazdaságok, tehát gondolom, hogy önöknél is mindenre odafigyelnek. Az állatokról is beszéljünk, hiszen állattenyésztéssel is foglalkoznak. Ott is érvényesül ez a bio történet? Természetesen a bio állattenyésztésnél az állattartás feltételeinek meg kell felelni minden szempontból, valamint a takarmányozásnak, ami a állatnak az élelmiszere tulajdonképpen, annak csak bionak lehet lenni. A gyógyszerhasználatnál csak olyan gyógyszereket lehet alkalmazni, amik a törvénybe előírt fertőző betegségek kötelező oltásait jelenti. Egyébként a homeopátia szerinti eljárásokat alkalmazzuk. Tehát itt a lényeg az, hogy a természetszerű tartás, erős, szilárd szervezet legyen, és olyan őshonos fajták, akik itt zökközködöttek, és ennek az éghajlatnak, ennek a talajadottságnak, ennek a táplálékláncnak a hosszú évtizedek, évszázadok óta kialakult rendszerében nőnek fel. Én azt kívánom akkor, hogy legyen még sokáig sikeres ez a biogazdaság, és azt is, hogy minél többekkel szerettessék meg, hiszen a mai konferencia is erről szól. Igen, hát az a célunk, hogy minél több ember sajátítsa ezeket a ezt a szemléletet, illetve ennek a tartalmi részét, és akkor hasznosan tudja a saját és a családja részére, akár egy szövetkezés formájában már a lakosság igényét is kielégíteni. Akkor hasznos tanácskozást kívánok, köszönöm szépen! Én is köszönöm szépen! Köszöntöm nézőinket, Berekfürdőben vagyunk, és Molnár János polgármester úrral beszélgetünk. Mögöttünk javában finom ételek készülnek. Mi is van ma itt? Az 5. Berekfürdői Tepertő és Pölcs Fesztivál. Ez zajlik ebben a gyönyörű szép őszi időben, és nagyon nagy örömünk, hogy korábbi évekhez képest nagyon szépen kinőtte magát. Nem csak az időjárás miatt, hanem abban a reményben és a visszajelzések alapján is azt bátran gondolhatjuk, hogy a korábbi jó rendezések következtek, azoknak is tudható be, hogy ilyen sokan eljöttek. És a célunk is ez, szeretnénk folytatni,
abban bízunk, hogy ez még jobban kinövi magát. Ha itt szétnézünk, akkor valóban körülbelül dupla annyi főző és sátor van, mint tavaly volt, és az idejövő vendégek is sokkal többek. Ami még egy fontos a mi szempontunkból, hogy igyekszünk olyan rendezvényeket szervezni, ami nem csak egynapos, hanem itt alvó vendégeket is hoz, hogy eljön előző nap, egy jót fürdik, másnap kijön, kóstolgat, eszik, iszik, sok minden finomság van, aztán visszamegy megint a fürdőbe, este kipihenni magát, és aztán majd vasárnap délután akkor hazamegy jó emlékekkel. És hát jó ízekkel is, hiszen azért Tepertő Fesztiválról beszélünk, de aki nem szerette a disznótoros ételeket, mást is kóstolhat. Valóban van itt nagyon sokféle. Tehát nem csak a tepertő és a pörc, meg a körömpörkölt, van a hungarikum, a birkapörkölt, de van halpörkölt is, toroskáposzta, van tócsni, egész különleges pikáns ízesítés, amit még nem is ettem. Tehát nagyon sokféle dolog van, amit fel sem tudok hirtelen sorolni. Igen, és hát ahogy itt látjuk a táblákat kirakva, nem csak berekiek vannak, hanem a környékből is vannak főzők. Valóban sok felől vannak, egészen Hajdúböszörményig, ahonnan láttam, de másik irányból is van kemencés, lángosos is. És a sok ételhez kell valami étvágygerjesztő ital is, tehát vannak jófajta pálinkák is. A sajnos mindent nem tudtam végkóstolni, de vannak jófajták. Vörösbor, teja, aki kocsival jön. Tehát nagyon sokféle dolog van. Nagyon jó műsorok lesznek. Most fog kezdődni nem sokára. Néptánc, Kárpátaljáról, Péter falváról, Tisza Péter falváról jön Kokasbanda. Gyakorlatilag szalonáik után szinte ők következnek a minőségben. Ők testvértelepülésünk is, tehát onnan jönnek népzenészek. A helyi és a környékbeli néptáncosok fogják szórakoztatni a vendégeket, és sok jó program van még, ami vonzó a vendégek számára. És hát aki még szeretne egy kicsit a rejtelmekbe is betekintést kapni, az pont dr. Kenyeres Imre előadását hallgathatja arról, hogy most milyenek azok a transzsírok, és hogyan kell a pölcöt készíteni, tehát azt hiszem, hogy aki csak információhoz szeretne jutni, és a személy gyönyörködteti a látványban, az is talál magának való programot. Pontosan így van. Ezt akkor nem is ismétlem el. Ezentúl még támogatóink, többek között az Agrármarketing Centrum, a Földművelési Minisztérium, Agrárkamara, és onnan is kaptunk olyan ismeretterjesztő anyagokat, amiket vetítünk le, részben filmet is, meg egyéb írásos anyagokat is. Ezeket is lehet hallgatni, nézni, elvinni. Tehát az ismeretterjesztés, a gasztronómia, ételital, a jó programok, szórakozás, bereki meleg víz, tehát sok minden együtt van, egy gyönyörű napsütéssel, és sok vidám ember. Akkor reméljük, hogy sikeres lesz ez a mai fesztivál, és akkor találkozzunk jövőre. Köszönöm szépen, akkor jövőre, és utána a következő években is. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kovács Sándor elnök úrral beszélgettünk, hiszen itt az előbb már elmondta, hogy nagy örömmel jött ki erre a bereki fesztiválra. Az idő is csodálatos, úgyhogy azt gondolom, hogy van sok kóstolnivaló is. Igen, említettem, hogy a bereki víz az jó étvágyat és éjséget csinál az embernek, és hát nincs is jobb annál, mint egy ilyen jó disznótorost, hurkát, kolbászt, tepertőt tenni. És a televíziónézők és a rádióhallgatók nem érezhetik azt a finom illatot, ami itt terjeng Berekfürdőn. A berekfürdői víz illata és ezeknek a frissen sült tepertőnek az illata tényleg jó étvágyat csinál mindenkinek. Én azt látom, hogy nem csak az étvágy, hanem a hangulat is kitűnő. Az ősz egyik legszebb és legjobb rendezvény ez a Berekfürdői Tepertő és Pörc Fesztivál, és aki ebbe az évben nem tudott kijönni, mindenképpen jövőre jöjjön el, hiszen csodálatos, baráti, családias hangulat van és kitűnő ételek, italok. Igen, és hát aki mondjuk nem disznótoros szeretne kóstolni, az kóstolhat mást is. Gondolom, hogy ön is nézte, hogy nem csak a tepertős hurkakolbász, hanem azért a kis hungarikum karcagi birkapörkölt is jelen van ezen a fesztiválon. Így van, a karcagi birkapörköltet azt mindig meg lehet enni. De aki ide kijön és
akár megrögzött vegetáriánus is. Elsétál oda és vissza, látja ezeket a csodálatos ételeket, érzi ezeket az illatokat, az biztos, hogy meg fogja gondolni, hogy milyen étkezési irányt vegyen. Én a megrögzött vegetáriánusoknak nem ajánlom ezt, de aki szereti a finom magyaros ételeket, italokat, azoknak mindenképpen ide kell jönni, mert csodálatos illatok, csodálatos ételek vannak, és csodálatos ízek. És azért áruljuk el, hogy a vegetáriánusokra is gondoltak, hiszen lepcsánkát is sütnek ezen a fesztiválon. Én azt észre sem vettem. Nem vagy, azért mondjuk el, hogy rájuk is gondoltak. Reméljük, hogy sok alkalommal találkozunk még ezen a fesztiválon. Így van. Én, aki nem tudok még idén eljönni, az mindenképpen jöjjön jövőre. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Köszöntöm nézőket, a Kovács tagintézményben vagyunk, és Lévainé Kovács Rózával beszélgetünk. Mellettünk levő teremben már javában zajlik egy verseny, egy matematika verseny. Mi is ez a verseny pontosan? 16. Molnár Anna városi matematika verseny, ez egy emlékverseny. Egykori tanárunk tiszteletére, Molnár Annoska tiszteletére rendezzük meg már 2000 óta. Jól tudom, ő több mint 3 évtizedig itt tanított az iskolában, és önnek is pedagógusa volt. Igen, 1954-től kimondani is, még nem is éltünk akkor, 1954-től 33 éven keresztül töltötte itt az élete nagy részét, napjai nagy részét. Nagyon elhivatott szakember volt, matematikát, fizikát tanított, nekem matematika tanárom volt. A rendezésben társam Antalócziné Barog Ágnes, aki 15 éven keresztül szervezte ezeket a versenyeket, most már egy részét a feladatnak átadta, most a feladatsorokat készíti, ő is Annuska tanítványa volt, sőt, neki még osztályfőnöke is volt Annuska. A mi osztályunk volt az első matematika úgynevezett tagozatos osztálya a városban, az iskolában. Azt gondolom, hogy mindenképpen egy pozitív dolog, hogy elkezdték ezt az ő emlékkel ezt a versenyt rendezni. Úgy tudom, hogy a család is pozitívan fogadta ezt. Igen, olyannyira, hogy amikor születésének 75. évfordulója lett volna, akkor a család anyagilag is támogatta a versenyt, amiből díjakat vásároltunk, illetve egy vándorsárleget, amit az az iskola kap meg, akinek az első 3 legjobban teljesítő versenyzője a legkevesebb helyezési pontot, tehát akik a legügyesebbek kapja, és ezt a vándorsárleget egy évig őrzi az iskola. Ezt most visszahozta a refi. Gondolom, ők bíznak abban, hogy ismét ők viszik el, de ez majd holnap ki fog derülni, hiszen elhangzott, hogy az eredményhirdetés nem ma lesz. Milyen jellegűek ezek a feladatok, hiszen korcsoportonként rendezik? Hasonló igaz-hamis, tehát a feladatlapok alapvetően hasonló jellegűek mindegyik évfolyamon. Igaz-hamis állítások vannak, tulajdonképpen egy 13 plusz 1-es matematikai totó is van benne, szöveges feladatok, és a végén egy kicsit a geometria részhez kapcsolódó feladat még megy ábra. Mely iskolánkból érkeztek diákok? Szerencsére évről évre megtisztel bennünket a Berekfürdői Veres Zoltán Általános Iskola, a karcagiak közül Györfi István Katolikus Általános Iskola, református, nagykun református általános iskola, és a karcagi általános iskola és alapfokú művészeti iskola mindkét tagintézménye, tehát a Kiskulcsosi és a Kovács Mihály tagintézmény is részt vesz. De akkor azt gondolom, hogy ma éjszaka nem lesz egy könnyű, hiszen ezeket a feladatokat ki is kell javítani és értékelni kell, és akkor reméljük, hogy a holnap eredményhirdetése mindenki boldogan megy haza. Biztos lesznek olyanok, akik nagyon boldogok lesznek, hisz az első 6 helyezett fog most díjat kapni. Ma délután még a nevelőtestületünk vállalkozó tagjaival kijavítjuk a megoldásokat. Azt követően ellenőrzök, összesítek, értesítem a kollégákat, hogy holnap reggel kinek mondhatják azt, hogy várjuk szeretettel az eredményhirdetése. Majd meglátjuk, hogy ki nyeri az idén a kupát, és akkor reméljük, hogy jövőre is sikerül ezt a versenyt majd megrendezni. Köszönjük szépen! Én is köszönöm a lehetőséget, és természetesen várunk benneteket az eredményhirdetésen is.
Köszöntöm nézőinket a sportcsarnokban, Szepesi Tiborral, a Déli Kulturális Központ igazgatójával beszélgettünk, mögöttünk nagy a nyüzsgés, és most nem sportrendezvény van a csarnokban, hanem egy másik, mi is ez pontosan? A szokásos és hagyományos térségi középiskolák bőrzéje, amely egy új helyszínen, most nem a Délinél Kulturális Központban, hanem a Városi Sportcsarnokban kerül megrendezésre, és valóban, ahogy körbenézünk a tumultus láttán, és tudva a kiállítók számát, azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak térségi középiskolák bőrzéje, hanem egyfajta tudás expo, amit megrendezésre kerül a mai napon. Itt beszélgettünk mi is kiállítókkal, és mondták, hogy ez jobb helyszín számukra is, hiszen egy helyen van, nem több teremben, és így igazándiból, aki bejön az ajtón, az végig is megy, hogy megtalálja, amit ő keres. Igen, ez volt a célunk, hogy egy kicsit tágasabb helyen, a kiállítóknak is kedveskedve egy jóval tágasabb és kellemesebb, szellősebb, talán az iskolákat bemutató táblákat is jobban láthatóvá téve lehessen elhelyezni ezt a mai rendezvényt, és azt gondolom, hogy hát persze természetesen azokra az ide látogatókra is gondoltunk, hiszen sokkal szellősebben, átláthatóbban egyik helyről a másikra átlátva, talán egy kicsit a figyelmet is afelé irányítva, hogy mit lehet választani, és hova érdemes természetesen a továbbtanulási szándékkal jelentkezni. A helyi középiskolák mellett honnan érkeztek még kiállítók? Nagy öröm az, hogy a tavalyi 19-es létszámra is azt mondtuk, hogy milyen sok az azelőtti 13-hoz képest. Most el kell mondanom, hogy 25 középiskola fogadta el meghívásunkat. A Karcagi Szakképzési Centrum összes tagintézménye, de mondhatom azt, hogy Szolnokról, Egerből nagyon sokan jöttek. Kunszentmárton a legtávolabbi iskolánk, úgyhogy bőven van választék. Reméljük, hogy mindenki meg is találja a neki tetszőt. Itt azért a kiállítók is próbálják mindenhogy vonzani a diákokat, hiszen van, aki éppen a fodrászait hozta el és hajat készít valakinek, van, aki palacsintát süt, van, aki sajtot, tehát ezzel is próbálnak plusz dolgot adni az érdeklődőknek. Így van, a célunk is az volt, hogy minél jobban és minél láthatóbban be lehessen mutatni, akár azzal, hogy a palacsinta illat után megy valaki, megkóstolja azokat a termékeket, amelyek az iskola repertoárjában vannak, vagy kipróbálja az asztalos üzemet, kipróbálja, hogy hogyan kell palacsintát sütni, a fodrászatot. És ebben az irányban szeretnénk tovább fejlődni is, hiszen még egy különlegessége van a mai napnak. Ugye megpróbáltuk egy picit a rendezvény végét kitolni, egészen 5 óráig fog tartani. Nem titkolva azzal a céllal, hogy azok a diákok, akik a továbbtanulás előtt állnak, ne csak az osztályfőnök kíséretében egymással tudják azt megbeszélni, hogy hova szándékoznak menni, hanem a délutáni időszakban vissza tudjanak jönni a szülőkkel. Hiszen meggyőződésem az, hogy közösen elbeszélgetve a szülővel, nem csak ezen az egy napon, hanem esetleg az itt szerzett élmények, tapasztalatok után a következő napokban folyamatosan beszélgetve, hiszen azért január-februárig, mire a beadásra kerül a sor, a továbbtanulási lapok beadására, addig van még idő arra, hogy átbeszéljék. És talán a szülőnél jobban senki nem ismeri a gyermeket, nem ismeri azt, hogy milyen lehetőségei lesznek a jövőre nézve. Aztán a következő évben is szeretnénk tovább fejlődni, megtartva ezeket az értékeket és a helyszínt. Elképzelésünk az, hogy még több szakmát próbálunk bevonni, egy picit a felnőtt képzés irányába is próbálunk majd ellépni, tehát ne csak az általános iskolák, hanem valóban minden korosztály tudjon az egész életen át tartó tanulás jelszava alatt esetleg más pályát választani, kitekinteni más pályákra. Ezért mondom az OKI-s képzéseket, szakmákat. És ami nagyon fontos, hogy a középiskolás diákokra is gondolva, jövőre már az egyetemeket és a főiskolákat is szeretnénk itt látni, akkor már nem középiskolák bőrzéjén, hanem valóban egyfajta tudásexpon. Hát akkor azt gondolom, hogy az idei év ennek a csarnoknak a próbája volt erre, és akkor tényleg jó ötlet volt áthozni ide a Délinéből ezt a mai napot. Na akkor azt kívánom, hogy legyen sikeres, és akkor minden diák találja meg a neki tetsző szakmát. Így van, ez a mi célunk is, úgyhogy bízom benne, hogy mindenki megtalálja a kedvére valót. Én is azt kívánom, hogy mindenki találja meg a céljainak, elképzeléseinek és a hátralévő életének legjobban megfelelő szakmát. Köszönöm szépen!
kedves nézőink, adventi időszak van, elkezdődött a készülődés a karácsonyra. Háttér című magazin műsorunk mai vendége Nyiriné Kátai Katalin, akivel néhány ötletet fogunk mutatni önöknek karácsonyi díszeket illetően. Köszöntöm kedves nézőinket, adventi időszak van, ilyenkor próbáljuk az otthonainkat, lakásainkat ünnepi díszbe öltöztetni, minden évben van ehhez egy segítségünk, vendégünk Nyiriné Kátai Katalin, akivel minden évben egy kis ötletbörzét tartunk ebben az időszakban, hogy mivel is lehet szebbé tenni az otthonainkat. Szeretettel köszöntöm stúdiumban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen én is a meghívást. Ötletek tárháza van itt előttünk, amit kipakolt, és még nem is olyan sok mindent hozott el nekünk, mint amennyi dolgot évről évre szokott. Kezdjük talán azzal, hogy amiket itt látunk, ezek nagyon szép dolgok, honnan lehet ötleteket meríteni? Igen, igyekszem minden évben minél több ötlettel előállni. Én azt gondolom, hogy már nem annyira nehéz, mint korábban, hiszen az internet tárháza szinte végtelen, akár a tévénézők számára is, de hogy mi az, ami tényleg megvalósítható ezekből, hiszen vannak azért olyan dolgok, amine szemszájnak ingere lenne, de nem juthatunk hozzá, és amit azért a saját környezetünkbe viszonylag elérhető áron, vagy akár még pénz nélkül is megoldhatunk, vagy magunknak, vagy én például a gyerekekkel is az iskolában. Ugye elmegyünk ma már egy szupermarketbe, egy kézművesboltba, egy virágboltba, szebbnél szebb dekorációkat, akár asztali díszeket is találhatunk. Ezek vagy megfizethető áron vannak, vagy drágák, azonban miért ajánlja azt, hogy otthon készítsük saját kézzel, akár gyermekeinkkel, és talán akkor kezdjük is azzal, hogy hozott nekünk egy nagyon szép asztaldíszt. Így van, a gyerekekkel nagyon-nagyon olcsón megoldottuk az osztályban lévő adventi koszorunkat, ami most ugye nem koszorú formájú. Kolléganőm meglepett egy farönkkel, és úgy gondoltam, hogy ebből lesz most az alap. Erre egy kis tuját vagdostam a saját kertemben. A száraz díszeket szintén a sütőben készítettem el otthon, hiszen van benne narancs, alma, és én újra hasznosítottam, a Halloween dísztököket is felszeleteltem, és megsütöttem, és ebből már így karácsonyi dísz lett. A gyertyákat csak apró mécsesekkel helyettesítjük, melyeket azért egy kis szalaggal bevontunk, és egy ragasztó pisztoly segítségével alakult ki ez a szép kis dísz az osztályban. Ha jól látom, akkor még száraz tészta is található ezen a kis asztali díszen. Igen, ez nagyon tetszett a gyerekeknek, hogy fenyőfa alakú száraz tésztát is tettem rá nekik. Hát ez nagyon kedvenc volt. Aztán azt is nagyon szerették, hogy a tobozt befestettük. A toboz festése az egy kicsit pacsulis munka, de nagyon tetszett neki, és ebből pedig ablakdíszeket is készítettünk, tehát lefestettük kis ecsettel, és azt díszítettük meg, szintén citrom vagy narancskarika, egy kis örökzöld, szalag, és kész az ablakdíszünk is. Egy kis házi praktikát, hogyha megosztana velünk, én bevallom őszintén, hogy próbálkoztam már narancs szárítással, vagy akár citrom szárítással, nem sikerült. Mit ajánl, hogyan végezzük ezt a tevékenységet, hogy felhasználható legyen utána díszek gyanánt? Igen, nagyon vigyázni kell, hogy nem igazán sütjük, hanem igazából szárítjuk. Sütőpapírra felszeletelve ráhelyezzük a tepsire,
beteszem körülbelül 100 fokon, és nagyon-nagyon lassan, tehát a 100 fok egy eleve lassú, és körülbelül, hát egy körülbelül másfél-két óra hossza, de azért, ha ránézünk, mert nyilván a szeletek vastagságától is függ, és akkor, ha lekapcsolom, akkor még a sütő szárít. És amikor már egy ilyen szép állagot elér, igen, nézek olyat, mert hát nyilván vannak a szélén, amelyik egy picit barnább lesz, de körülbelül egy ilyesmi, vagy a citromnál is nagyon szépen olyan áttetsző lesz, hogyha tudnám úgy mutatni, hogy szinte átlátszik és az egész. És akkor így én bátran ajánlom bárkinek, mert én nem szoktam semmi egyebet vele. Olvastam már, hogy lefújják, és így tovább. Ezt kérdezni, hogy le kell-e kezelni valamilyen anyaggal, vagy így is nem szoktam semmivel, tartós. És nagyon tartós. Igen, igen, nagyon tartós. Az égvilágon semmi baja nincsen a szezonban, de ha dobozban, fémdobozban tároljuk, akár jövőre is föl lehet használni. Az idén most, hogyha már ez van a kezembe, akkor mutatom, hogy próbáltam ajándékot is készíteni belőle, mint illat ajándék, és egyszerűen kis zacskóba, ebbe a kis tül zacskóba tettem bele, és ha megszagoljuk, akkor nagyon kellemes kis illata van. Van itt még egy nagyon érdekes dolog, hogyha már az illatokról beszélünk, akkor itt a kedves televízió nézők láthatják, hogy faágakra, festett faágakra picike zacskók vannak akaszgatva. Erről meséljen nekünk valamit, mi is ez pontosan. Igen, ez adventi ajándéknak készült, mégpedig, mondjuk ez most a saját lakásomat díszíti. Saját magunkat is meg így lehet van. Ajándékozni. Így van, és az illatokkal próbáltam most játszani. 24 féle illatot helyeztem az ágra, és akkor elsőjétől kezdve leemelünk egyet. Nem támoztam most meg, tehát direkt csak úgy találom rá, hogy saját magam se tudjam, hogy melyikbe mit tettem. Egy kis meglepi. És azt aznap, vagy egy tejafűgyaránt, vagy egy fűszerként, vagy csak illatként betesszük a szekrénybe, attól függ, hogy mit találunk benne. És én most ezzel próbáltam a saját napjaimat, hétköznapjaimat feldobni. Miket lehet beletenni ezekbe a kis tasakokba? Hát a klasszikus narancs, fahéj, csillagárnis, szegfűszeg, de én tettem teját is bele, levendulát, sőt rozmaring. Úgyhogy az illatok azért ne legyenek túl aktívak a lakásban, ezért egy picike kis vatta közé helyeztem, hogy mégis ne áradjon túl nagy illat a lakásban, de mégis kellemes legyen. Ha már ezekről a csodálatos fűszerekről beszélünk, akkor látok itt az asztalon fahéjat is. Milyen felhasználásai lehetnek ennek a kis csodának, amit mondjuk én nagyon szeretek? Igen, abszolút dekoratív hatása is van. Én most ezt például egy kis szalaggal díszítettem, és akár egy adventi koszorúra ráhelyezzük, akár csak az asztalon letesszük, bárhova én díszítésként nagyon sokszor használom. Vannak rövidebb formában, hosszabb, ez ugye egy kicsit ilyen... Ez nem is igényel amúgy nagy készügyességet, nem? Abszolút. Mondjuk szalagot lehet vásárolni is. Így van, abszolút, és én szerintem, ha valaki úgy érzi, hogy akár egy virágcserép, vagy az asztalon levő váza, hamutál, kinek mi van kéznél, oda helyezi, és már is egy kis ünnepi hangulatot varázsol, pláne ha ünnepi szalaggal díszíti föl. Amikor valaki ilyen díszeket, advent, illetve karácsonyi díszeket készít, akkor mit ajánl, mi legyen az alapfelszerelés, ami otthon megtalálható legyen, és most itt nem a hozzávalókra gondolok, hanem a technikai megvalósításhoz. Hát azt gondolom, hogy manapság alap egy ragasztópisztoly, mert az mindent megragaszt, és hát ha hozzávalók, ettől kezdve hozzávalók. Mert tehát, hogy gyakorlatilag szerezünk be egy ragasztópisztolyt, és onnantól kezdve már csak bármi. A képzelet szab határt. Pontosan. Tehát utána már csak az anyagszükségletek kellenek. Mutassunk még egy-két érdekességet. Látok itt kötött dolgokat, és ilyet mondjuk tavaly még nem láttunk. Ezek az ötletek hogyan születtek?
Ez most trendinek számít, a skandináv stílus, ami ugye a piros és a fehér szín árnyalatok, és a zöld fán, már azt is mondhatjuk, hogy tulajdonképpen magyar színekkel dolgozunk, hiszen piros-fehér-zöld lesz a fa, mikor földíszítettük, de a lakás bármely pontjára tehetjük. Ez most gömbökkel, kis csizma, nagyon... De ez anyag gyakorlatilag? Ami, így van, ami, így van, textil anyag, de meg lehet horgolni, meg lehet kötni ezeket saját magunknak, el lehet készíteni. Ezek a miniatűrizálások most nagyon divatosak, és ezekkel lehet akár lakásunkat, akár a karácsonyfánkat is díszíteni. Illetve, ami nekem most nagyon tetszik, hát ugye a skótkocka. Igen, és most divatossá váltam, mert most divat számba megy, tehát ez is a trendihez tartozik most a skótkocka is, és akkor a rénszarvasból kivágunk egy kartonból egy sablon által, akkor arra ráragasztom a kis skótkockás mintámat, akár textilből, akár papírformájában, és már is kész a karácsonyfa díszünk. Vagy vannak ezek a nem csillogó anyagok, amelyekkel egy kicsit natúrban tudjuk, mert az is csak sokan szeretik, és tényleg nagyon szép, de azt is meg lehet egy kicsikét azért dobni egy kis csillogással. Én mindig azt szoktam mondani, hogy én nagyon szeretem a natúr, de karácsonykor kell bele egy kis csillogás is, mert attól varázslatosabb egy fa, ha van benne egy kis csillogás is. Karácsony nincsen angyalka nélkül. Így van. Most egy újabb angyalkát készítettünk, ami nagyon egyszerű, ezt is nagyon szerették a kislányok az iskolában. Tulajdonképpen, ennek mi a technikája, nem tűnik annyira bonyolultnak? Így van. Tulajdonképpen pomponhoz hasonló. Egyszerűen csak föltekerjük, elkötjük, és még egyszer úgy mondom a nyakánál, kész a kis feje, itt már meg is van az akasztója, és egy szárnyat vágtunk ki aranypapírból, amit ráragasztunk, és kész is van egy kis angyalka karácsonyfa dísz. Mit ajánl ajtódíszeknek? Ugye sokan nem csak az asztal díszítik adventi koszorúval, hanem akár már a bejárati ajtót is feldíszítik. Milyen technikákat javasol, vagy milyen koszorú típusokat? Hát itt is temérdek lehetőség adódik. Hozott nekünk ez egy nagyon-nagyon egyet. Ez a legegyszerűbb, azért hoztam el, ezt szintén gyerekekkel készítettük, a borostyánt fontam meg koszorúnak, és erre tehát egyszerűen... Tehát akkor ehhez nem is kell egy alapkoszorú sem semmi, hanem egy hosszú borostyán ág kell, amit megkötöttem koszorú formába, erre szintén a ragasztópisztollyal tobozt raktunk rá, masnit, és akkor itt is megjelent a karácsonyfa tészta, egy kis gesztenye még, ami ott kéznél volt az iskolában a gyerekekkel, és kész is van, ez van az osztályunkon, most ez a kopogtató. Mi a személyes kedvenc egyébként, amin mondjuk az idei szezonra, vagy az idei szezonban készített? Mindenképpen, ha van benne ugye skótkocka, tehát az abszolút kedvenc, illetve nekem most a illata áradat, ami nagyon tetszik, és nálam minden piros-fehér most. Tehát mikulások, ezek a skandináv jellegű dolgok, tehát minden piros-fehér, illetve zöld, mert a fenyőágakkal együtt piros-fehér-zöldbe öltözött minden. Egyébként gondolom, hogy azért ötletmerítés közben figyelgeti, nézegeti, hogy mi az idei trend. Néhány éve vettem észre az egyik bevásárló központba, hogy előjöttek ezek a neonszínek, ilyen inkább visszataszító magenta szín, neonzöld. Mi az idei szín az, amit a legjobban ajánlana például? Most érdekes módon a feketét is bevonták, fekete ezüst, ami nagyon trendinek számít, de mindemellett
a piros fehéret is ajánlja, meg hát azért mindenki, amit saját maga kedvenc színének tart, azt beviheti a lakásba karácsonykor is, mert a rózsaszint is, de általában tehát úgy párosítunk, hogy két színnél több azért ne legyen, hogy a harmónia megmaradjon a fákon, és meg át a lakásba is, mert én azt szoktam mondani, hogyha amilyennel díszítünk, terítünk, azért az mind összhangban legyen a karácsonyfánkkal is. Esetlegesen mondjuk, ha valakinek van egy kis ideje, vagy szeretné feldíszíteni a lakást, akkor ha mondjuk tavaly még volt erre ideje, megvalósította, akkor ezeket fel lehet-e újra hasznosítani a tavalyi díszeket? Tudjuk esetleg egy picit variálni őket? Nagyon sok mindent lehet természetesen. Én javaslom is, hogy mindenkit szépen dobozolja be minden évbe, és ha a következő évben nem is használja, de néhány év múlva, ha előveszi, akkor az akkori ötletekből akár ugye ezeket az illatokat, vagy például én most a parafát is elővettem, fiúsház lévén a dugók is hagy legyenek az asztalon a gyertya mellett. Tehát mindig lehet egy-egy kis új ötlettel felújítani. Említette az előbb a gyerekeket, ugye a Kovács Mihály Tagiskolában kézműves foglalkozást vezet. Mióta készülnek erre az időszakra? Hát körülbelül november eleje óta, tehát egy hónapja már ezzel foglalkozunk a gyerekekkel is. Szeretik, amikor már ide térünk velem együtt, mert azt hiszem igazából én lelkesítem be őket. Sokszor még mondják is, hogy talán én jobban lelkesedek a karácsonyért, mint a gyerekek, de próbálom beléjük is átplantálni ezt a várakozás idejét. Lesz esetleg egy kis bemutatkozás a gyerekek részéről? Tartanak-e például karácsonyi vásárt? Ugye szoktak egy picit így az iskolában megmutatkozni. Hát egy kis bőrzét, igen, megjönnek majd az óvodások hozzánk, és akkor nekik is mutatunk néhány dolgot a szakköröseinkkel, segítünk nekik is. Őket is próbáljuk egy kicsit elvarázsolni egy olyan milliőbe, ami az ünnep előtt azért mégiscsak jól esik mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, és ezt a rengeteg szép dolgot megmutatta nekünk is, és a televízió nézőknek is. További jó készülődést kívánunk az ünnepekre, és kellemes karácsonyt. Köszönöm, hogy itt volt, és jövőre visszavárjuk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, már megköszönöm figyelmüket. Kedves nézőink, már megköszönöm megtisztelő figyelmüket, hívjanak bennünket, vagy írjanak nekünk bátran, hogyha szeretnének valamit megosztani a kedves televízió nézőkkel, és akkor is szóljanak nekünk, ha bármi rendkívüli szokatlant látnak az utcákon. Maradjanak velünk, mert egy rövid reklám után folytatódik adásunk. A jövő héten visszavárjuk Önöket a képernyők elé, addig is a viszontlátásra mindenkinek!